Hét ember őrizetbe vettek a brit különleges alakulatok egy tartályhajón a Lámáns csatornában lévő White sziget közelében. A hampshire-i rendőrség szóvivője azt mondta, arról kaptak tájékoztatást, hogy több potyautas volt a fedélzeten, akik verbálisan megfenyegették a legénységet. A brit védelmi minisztérium közlése szerint az akciót azért hajtották végre, mert feltételezhető volt, hogy a tankert megpróbálják eltéríteni. Ezzel egybecseng egy a tengeri hajóforgalmat figyelő internetes portál észlelése, miszerint a tanker több órán keresztül cikcakban haladt a partok előtt. A Sandown városától délre végrehajtott nagyszabású rendőrségi műveletben a parti őrség helikopterei is részt vettek. A hajó körül több mérföldre lezárták a térséget. A tankert a fegyveres erők ellenőrzésük alá vonták, a hajó 22 tagú legénységének nem esett baja. A libériai zászló alatt hajózó tartályhajó október elején indult el Nigériából, és vasárnap reggel kellett volna megérkeznie Southampton kikötőjébe.